Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Két vendégünk van a mai napon, Szabados Kristóf, a Ferencváros férfi tőrcsapatának edzője és a válogatott korosztályos vezetőedzője, és Szemes Gergő, a Ferencváros férfi tőrcsapatának bajnok vívója. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk, és hát azt hiszem, hogy van miről beszélgetnünk, hiszen van fiatalkorod és a te fiatalkorod ellenére előéletetek, mert nem régóta vagytok a Ferencvárosnál, ha esetleg elmondanátok, hogy mi volt előtte. Gergő, kezdjük veled, jó? Mielőtt a Ferencvárosban kezdtél el vívni, addig hol voltál, hol dolgoztál? Kunszer Miklóson kezdtem el vívni. És onnan kerültél a Fradiba. És te? Hát nekem ez kicsit hosszabb, ugye én több klubban versenyeztem, így Csepelen, később a Honvédban, majd innen mentünk el a testvéremmel, aki szintén válogatott versenyző volt, és együtt megalapítottuk az Építők Sportklubban a vívó szakosztályt, ami most már ugye a Ferencváros átvett, és szerencsénkre átvett és működik. Akkor azért nem lehetett könnyű az a pályafutás, amikor egy versenyzőnek kell alapítani egy klubot, akkor ott azért sok minden mással is kell foglalkozni, mint a vívással. Én azt gondolom, hogy ez inkább úgy kell tekinteni rá, mint egy lehetőség. Persze, tehát vannak negatívumok, vagy értek rossz dolgok, ami miatt ez eljut ideig az ember eddig a döntésig, de én azt gondolom, hogy akkor ezt megléptük, ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy most már ugye a Ferencváros vívó szakosztálya beinduljon jó pár évvel később, és működjön. Gergő, te hány éves voltál, amikor ezt a sportágat elkezdted? 10 éves voltam. Akkor ezek szerint semmi más nem csináltál előtte? Semmit. Mi volt az, ami miatt megszeretted a vívást? Engem nagyon vonzottak a fegyverek, és amikor meghaltam a Kunszer Miklóson, el lehet kezdeni vívni, rögtön megszerettem. És az, amikor már tudtál bizonyos dolgokat, mert hogy nem voltál már teljesen kezdő, akkor mi volt az, ami ott tudott tartani a pályán? Mert ugye az első dolog, hogy lemenjünk, a második, hogy megtanuljunk néhány dolgot, a harmadik pedig, hogy ne vigye el semmi más az érdeklődésünket. Tehát mi volt az, amikor már tudtál dolgokat, ami ott tartott? A siker, vagy valami más? Hogy megszerettem volna tudni mindent erről a sportágról, és mindenféle dolgot meg akartam tanulni. Elmeséled nekünk, hogy mi az, amit Gergő most már tud? Mik az erényei a vívásban? Nagyon különleges tempóérzékel. Én úgy gondolom, ugye, mint az ő keretedzője, válogatottnál a vezetőedzője, hogy Gergő egy óriási tehetség. Én azt gondolom, hogy rég láttam ilyen tehetséges versenyzőt. Nagyon jól tud fókuszálni. Ugye ő nagyon magas, látszik, egy nagyon hosszú versenyzőről van szó. De én azt gondolom, hogy az átlagnál nála sokkal, sokkal inkább kiemelkedik abban, hogy a fókuszálni, ez a képesség, ez átlagon felüli. Ez a tanulásban is így van? Hát ott nem mindig. Nem mindig? Akkor a vívás ezek szerint könnyebb, ott könnyebb megtanulni dolgokat. A te pályafutásod hogy alakult? Mert nagyon fiatal vagy, ugye már agyba hagytad egyszer a vívást, aztán kicsit visszatértél, aztán most is azt mondod, hogy visszavonulsz, ami egyébként lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem, de mindössze 28 éves vagy. Tehát miért alakult ez így? Igen, most ugye, tehát mögöttem van egy félig sikeres ugye, utánpótlás korosztályban, nem csak magyar bajnok voltam, volt szerencsém Európa-bajnokságon ezüst, illetve bronzérmet nyerni csapatban, világkupa ezüstérben van, tehát volt egy aránylag sikeres ugye, időszak. Az átmenet a felnőtt korosztályba, az, hogy válogatott lettem, végül is valamilyen részben ez siker, viszont nehéz feldolgozni azt, hogy ott van egy utánpótlás, még sikeres évek, majd a felnőttben csak magyar szinten tudtam teljesíteni. Utána én elkezdtem a miniszterelnökségnél dolgozni, abban az időben még válogatott voltam, de ez a kettő akkor sok volt nekem. És valahogy úgy eltávolt, tehát a szeretet elment a vívás iránt, nem a vívás iránt, hanem az, hogy én vívjak, ez a szeretet egy elillant. Ez visszatér, ugye most már kétszer reaktiváltak a csapataim, először az Építők, most a Ferencváros. De megérte? Abszolút, ez egy történelmi siker volt, ugye az arany, megérte természetesen. Ha másért nem, legalább magyar nagy sporttörténelmi könyve, ezzel beírtuk a nevünket, a Ferencváros nevét, a vívás történelmet, tehát abszolút megérte. Kristóf, és mit mondasz a tanítványaidnak ezzel kapcsolatban, ahol téged kudarcok értek, ahol nem sikerült átugrani lépcsőfokokat, ahol elment a kedved, azzal kapcsolatban mi az, amit a fiataloknak, akár a válogatottnál is mondasz, akár mondjuk Gergőnek mondanál? Én azt gondolom, hogy más a szituáció azért, ha most a gyerekeknek a szövetség
sokkal inkább mögöttük van, biztosítja a versenyre jutást, tehát a férfi törben is lát fantáziát a vívószövetség. Nekem volt egy olyan időszakom, amikor nem, egy hosszabb, talán 5 éves periódusról beszélünk. Ezt nehéz volt feldolgozni, hiszen mondjuk 20 évesen vagy 18 évesen, ugyan még gyerek az ember, de már azért lát dolgokat, és ez gondolom, hogy ez kihatással volt később. Nekik ilyen szempontból én azt gondolom, hogy jobb a lehetőség, de persze hát az edző is fontos, hogy ott tartsa, hogy hitet adjon, vagy bizalmat gerjeszten az emberekben. Nyilván valahogy ezen túl kell jutni, amire rengeteg szakember, pszichológus, edző együtt dolgozva, együtt válvetve túl kell, hogy lendítsék az adott versenyzőt. De szerintem nagy okosság nem létezik. Gergő, ki az, akivel te dolgozol a Ferencvárosnál, ki az edződ? Szabó István. És ő kezdetektől fogva, ő foglalkozik, igen, veled? Az imént ugye arra kértem a Kristófot, hogy beszéljen rólad, hogy neked mik az erényeid. Most arra kérlek, hogy te mondd el azt, hogy az edződ, akivel dolgozol, mi az, amit ő tud nyújtani neked, mi az, amit legjobban szeretsz benne, és aztán pedig mondd el, légy szíves, azt, hogy a Kristófban mi az, amit edzőként szeretsz benne, amikor a válogatottnál dolgoztok. Az edzőmnél azt szeretem, hogy ki tudja belőlem hozni a maximumot, mint fizikálisan, mint mentálisan. Tehát hajlandó vagy megcsinálni, igen, mindent, amit mond. És a Kristóffal kapcsolatban, amikor a válogatottban dolgoztok, mert azért teljesen más dolog nap mint nap dolgozni egy klubnál, és teljesen más dolog dolgozni a válogatottnál, másképp találkoztok, más dolgokat várnak el, gondolom. Szóval mit mondanál a Kristófról, most nézzél arra. Kristófot azért szeretjük, mint vezetőedző, mivel ad egy elszántságot, magabiztosságot, amivel így a szellemileg nagyon fel tudunk lendülni, és nem ijedünk meg az ellenféltől. Kristóf, az milyen, amikor te versenyzőként is, és egy kicsit edzőként is, mert a fejedben mindenképpen már edzőként vagy ott a csapatban, akkor te mi az, amit jobban előhúzod a tarsolyból, a versenyzői énedet, vagy pedig az edzői énedet? Én mindig azt mondtam, hogy én egy jó csapatember voltam, kevésbé jó egyéni vívó. A fiatalokkal azt próbálom megértetni, hogy csapatként ugye igazán erősek, ha egységesek, erősek tudnak lenni. Szerencsém van, hiszen ez a csapat, én úgy látom, hogy egy erős csapat, összetartanak a fiúk. Néha én sajnos, ugye, mi ahogy a csapat volt számomra mindig a fontos, még előjön a versenyzőjénem, néha nem is tombolok, de kikelve magamból bizonyos keretek között azért nagyon tudok én is küzdeni, mint egy ötödik ember a csapat mögött. Ami magamban szimpatikus, és remélem a gyerekeknek is az, hiszen ezen én nem fogok tudni változtatni, soha én ezt tudom. Remélem meg fogod nézni ezt a beszélgetést majd a televízióban újra, és akkor látni fogod a Gergő arcát, hogy folyamatosan bólogat, és folyamatosan az van az arcára írva, hogy mennyire így van, ez jól mondom? Igen. Mit csinál verseny közben, amikor, hogy mondtad, hogy... Kikelek önmagamban? Igen, amikor kikelsz önmagadból, akkor hogy néz ki, akkor mit csinál? Hát nem tud leállni, mindig vagy kiabál, vagy mozog. Pörög nagyon? Igen. És az benneteket is felspannol? Igen. Azt mondta, hogy nagyon jó a csapatotok. Mi az, amitől jó ez a csapat? Barátságban vagytok? Hát, barátságban is, mert nagyon régóta ismerjük egymást. És ez miben segítség mondjuk egy versenyen, amikor valamelyik ötöknek rosszabbul megy? Hát, hogy nagyon korán észre tudjuk venni, hogy valami más benne, rosszabbul kezdte a napot, és akkor tudjuk, hogy ő neki ma inkább nem kéne annyit vívni a csapatban. Mennyire segítség az egy edzőnek, hogyha ilyen tudatosak a fiatal versenyzői, hogy van egy elképzelésük arról a csapaton belül, hogy mi az, amit kéne csinálni, hogy milyen irányba kell menni, vagy esetleg lehet, hogy ez hátrány egy edzőnek? Nem, én csak hátradőlök és élvezem, nem viccet félretérnem. Én azt gondolom, hogy ezek az egyéniségek, ugye például, mint ugye a Gergő, ezek nagyon fontosak, és megkönnyítik az én munkámat, és ugye bátran lehet valakire számítani, aki ugye nem én, mint edző, aki idősebb, aki ugye én nem hiszek ebbe a hierarchiába, de valamiféle biztos, hogy kell, hogy működjön, vagy legyen, akkor oda tudok állni, és vele kettesben ezt megbeszélni, és ő ezt át tudja maga módján adni a csapattársainak. Tehát van egy vezére a csapatnak, és ez nagyon fontos. Gergő, neked van példaképed? Mert nagyon nem szokás manapság már ez, de azért a ti sportágatokban igazán vannak jó néhányan, akik akár lehetnének is. Hát úgy nagyon nincs, de vannak olyan vívók, akiket nagyon szeretek nézni. És mit figyelsz akkor, amikor őket nézed? Mi az, ami ugye azt mondta Kristóf az előbb, hogy nagyon tudsz fókuszálni, nyilván ez azt jelentette, hogy nagyon tudsz koncentrálni, amikor te vívsz, de nyilván vannak dolgok, amikre kifejezetten odafigyelsz akkor, amikor másokat nézel. Mik ezek? Hát nézem, hogy milyen technikát tudnék elsajátítani, és hogy mi az, amit én biztosan nem tudok megcsinálni. Egyelőre legalábbis. Kristóf, mi az, amit
hogyha megkérdezlek, hogy 5 év múlva vársz a Fraditól, hogy hová juttok, akkor mi lenne az? Ugye a Ferencváros vívó szakosztály ugye közel másfél éves múltra tekint vissza. Ez idő alatt ugye szép sikereket értünk el. Mind mi a felnőtt csapatban, ugye a Gergőjék most ő egyéni országos bajnok lett, a csapatot is megnyerték, nagyon jó úton haladnak, hogy nemzetközi sikereket érjenek el. Ugye szeretnénk, hogyha bővülnének a tagok száma, bővülnénk, ugye folyamatosan van felvétel. Örülök, hogy egy Gergő szintű vívó ott van, akire szerintem nem csak mint sportoló, hanem emberileg is fel lehet nézni, hiszen egy nagyon jó indulatú, nagyon rendes fiatalemberről van szó. Én azt gondolom, hogy beleszindítva egy másik szakák szép lassan, de mind hazai, mind nemzetközi sikerekben gazdag éveket szeretnék kívánni a Ferencvárosnak. Én pedig annak örülök, hogy itt voltatok, ma is tudtunk egy kicsit beszélgetni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.